Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Deli Kinga vagyok, és mutatom, mit kínálunk a következőkben. Korszerűsödik a járóbeteg ellátás a kórházban. 15 éves lett a Bonharden Nachrichten. 20 éves a Bonyhádi Felvidékiek kórusa. A mostaninál lényegesen magasabb szintű lesz a járóbeteg ellátás a Bonyhádi Kórházban, amint befejeződik a most induló fejlesztési program. Az intézmény még 2017-ben nyújtotta be pályázatát a korszerűsítésre, ám a forrás elnyeréséről csak az elmúlt esztendő végén kaptak értesítést. Most a közbeszerzési eljárás zajlik, és novembertől elkezdődhet a program, amely a járóbeteg ellátás segítő eszközök mellett az épület korszerűsítését és a számítógépes rendszer modernizálását is tartalmazza. Et írtunk, amikor lehetősége nyílt a Bonyhádi Kórháznak arra, hogy pályázatot nyújtson be járóbeteg ellátás színvonalának emelése érdekében arra, hogy orvostechnikai eszközöket vásároljanak, illetve elvégezzék azokat a fejlesztéseket, melyek a kiszolgáló számítástechnikai rendszert modernizálnák, és felújításokat végezzenek a rendelőintézetben annak érdekében, hogy emeljék ezzel a betegek komfortérzetét. Bár a pályázatot a kiíró befogadta, forráshiány miatt parkolópályára került. Egészen az elmúlt esztendő végéig. Talán mindenki tudja, hogy egy kórház működtetésében Magyarországon nagyon régóta a finanszírozás, amit a biztosítótól kapunk finanszírozás, az nem nagyon fejlesztésekre, nem nagyon ad forrásokat. Ezért az egyik fő ilyen fejlesztési lehetőségünk a természetesen pályázatok. Tehát 17-ben kiírtak egy ilyen pályázatot, amire természetesen pályáztunk, hiszen a járóbeteg ellátó eszközeink, orvostechnológiai eszközeink, de akár az infokommunikációs eszközeink, a hardvereink, illetőleg az épületnek egyes része is már azért érezték az idő, hogy érzik az idő vasfogát. Tehát mindenképpen fejleszteni szerettünk volna, meg hát amúgy is az ember egy kórházban azért folyamatosan figyelje a fejlesztési lehetőségeket, és ha van ilyen, akkor fejleszten, hiszen a tudomány az rohamléptekkel fejlődik. Ez az endoszkópos torony 10 éve teljesít szolgálatot a Bonyhádi Kórházban. Bár stabilan végzi a munkáját, több társával együtt ő is új partnereket kap majd, segítve ezzel a gyógyító tevékenységet. Ezek közül kiemelnék azért néhány nagyon fontosat, talán amik nagyobb értékűek is. Elsősorban egy kardiológiai szakrendelésen használatos szív, úgynevezett echokardiográf készülék, ami a kardiológiai szakrendelés munkájához elengedhetetlen, egyébként szakmai minimumfeltétel is, ez körülbelül 40 millió kerülő összeg jelen állás szerint, de már lehet, hogy több is. Aztán ezek alapján be tudunk szerezni a endoszkópos szakrendelésünkön, tehát a gyomorbélvizsgáló szakrendelésünkön vastagbéltükröző eszközöket, és valószínűleg egy gyomortükröző eszközt is. Oda még a gasztroenterológiá, vagy az endoszkópos szakrendelésre egy endoszkópos mosogatógépet, azon kívül a teljes endoszkópos tornyunkat meg tudjuk újítani, a processzortól kezdve a monitorokon keresztül minden. Ez talán a két legnagyobb orvostechnológiai fejlesztés. Természetesen néztük, hogy milyen igény van a lakosság részéről, illetve hát milyen népbetegségek vannak Magyarországon. Hát a kardiológia szívrendszeri betegségek, illetve a gyomorbél emésztőszerű betegségek az egyik ilyen nagy terület, úgyhogy ide mindenképp szerettünk volna fejleszteni. Aztán már kisebb értékű fejlesztések, de azért a röntgenben monitorokhoz fogunk jutni, a dolgozók részére sugárvédő kötényeket, szemüvegeket tudunk beszerezni. Aztán a fülorgégészeti szakrendelésünkre egy úgynevezett elektrokauter, ami az orvérzések ellátásához nélkülözhetetlen. És ezen túl néhány egyéb kisebb értékű dolog lesz, még talán kiemelnék még két sterilizálót, ami a járóbetegellátó azon szakrendeléseinken használatos, ahol eszközöket használunk, tehát például a sebészeten, például a fülorgégén, például a szemészeten és így tovább. De ezek mellett megújul a kórház teljes infokommunikációs rendszere is, és új padok és székek kerülnek majd a várótermek elé. A meglévő épületünk, ugye 2010-ben adtuk át, annyira nem öreg szerencsére, de a légtechnikai rendszere az elavultnak tűnik már, illetőleg néha nem is működik megfelelően, ezt felújítanánk. Ezen kívül van egy liftünk, ami
ami hát nagyon nagy munkát végez, hogy így mondjam, rengeteget használják mind a dolgozók, mind a betegek, és ezért ennek a felújítását el kell végezni mindenképpen. Jelenleg a közbeszerzési kiírás megtörtént, valószínűleg november elejére hirdetni lehet majd az egyes rész kiírásokra győzteseket. Elviekben 23. január 31-ig az eszközök megérkeznek, nagyon remélem, és a projektet igazából 2023. szeptember 30-áig kell lezárni. Az ilyen állás szerint megvalósítható, de hát a mostani bizonytalan világhelyzetben majd meglátjuk. A beruházás teljes költsége meghaladja a 292 millió forintot. A kórház vezetése azt várja a beruházástól, hogy segítse a völtség betegellátását, az itt élőknek ne kelljen messzebbre utazni a gyógyulásuk érdekében. A Bonhardener Nachrichten megalapításának 15. évfordulóját ünnepelték a Bonyhádi Perccel kúriában. Ez Tolna megye egyetlen német nyelvű újságja. A hiánypótló lapot 2007 óta szerkesztik a Völgységi Városban, és évente háromszor jelenik meg. Az újságban Bonyhádon és a környékén élő magyarországi németek életéről, történelméről, az egyesületek és csoportok tevékenységéről és eredményeiről is olvashatnak, akár online is. Harmonikát és Steyer citerát hallgathattak a meghívott vendégek a Perccel kúriában. A Bonhardener Nachrichten, vagyis a Bonyhádi Hírek című német nevű lap 15. születésnapját ünnepelték a Völgységi Városban, október 15-én. Az eseményen felidézték a kezdeteket, és hogy mi minden történt az elmúlt másfél évtizedben. 2006 vége felé ősszel választották meg az új német önkormányzatot Bonyhádon. Tagja volt Köllernék Koch Ilona, Kréling Dániel, evangélikus lelkész, Glöckner Éva tanítónő, és még ketten voltak, akiknek a nevére most hirtelen nem emlékszem, elnézést kérek. És meghívta őket az egyik testvérvárosunk, az egyik német testvérvárosunk, az első német testvérvárosunk, Vernau. És ott felajánlották, hogy támogatnák egy német nyelvű újság megjelenését, illetve egy gyermekszínház létrehozását. Ez a gyerekszínház is létrejött a Vörösmarty iskolában annak idején, és Vernau tudta, hogy itt nagyon sok német él, és német ajkú, és nagyon sokan beszélnek még németül, és én akkor a Magyar Rádiónak a külföldi adásainál dolgoztam, és Ilonka megkeresett, hogy nem vállalnám-e el. Hát fogalmam nem volt, hogy mit vállalok el, de lelkesek voltunk, és csináltuk. És akkor az Újságíró Szövetségnek a helyi lapok szakosztályának tanfolyamán vettem részt kétszer, és akkor tudtam meg, hogy gyakorlatilag mit jelent az lapot csinálni. Az első szám az olyan volt, hogy egy oldalon belül külön betűméret volt, tehát a tanulópénzt azért jócskán megfizettük, de büszkék voltunk, mert hiába volt nem annyira tökéletes, de a miénk volt. A lap főszerkesztője hozzátette, viszonylag gyorsan vált népszerűvé a hiánypótló hírmondó. Eleinte még volt olyan, hogy ha egy hetet, kettőt késtünk, akkor már érdeklődtek, mikor jön az újság, mikor jön az újság. Egyszerű a nyelvezete, ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy ne legyen tele idegen szavakkal, hogy ugyanúgy megértse az általános iskola felső tagozatában tanuló gyerek, aki már ugye alsó tagozatban 4 évig tanult, meg az idős sváb néni, aki nem járt iskolába, és, de hát nyilván annyit járt iskolába, hogy olvasni tud. Tehát, hogy mindenki megértse azt, ami oda le van írva. Sok képet teszünk bele az újságba. Az utóbbi néhány évben már teljesen színes, eleinte csak fekete-fehér volt. Tulajdonképpen
semmi más célunk nem volt, csak az, hogy legyen egy német újság. És ez továbbra is ez a célunk. Természetesen hozunk be új dolgokat, van fejlődés, például most a korona ideje alatt elég sok új dolog jött, mert nem lehetett májusfát állítani, de kitalálták a pacskerkörösök a fonóból, hogy rozmaringágot, ami ugye a magyarországi németeknek az egyik szimbóluma, rozmaringágat tettek egy vázába, és arra kisebb-nagyobb pacskerokat akasztottak föl, és ez egy másfajta májusfa volt. Vagy teret adunk például más népcsoportok rendezvényeinek, vagy a városi rendezvényeknek. Elindult egy biopiac, és arról is most a legújabb számban tudósítunk, mert jó kezdeményezésnek tartjuk. Tehát nem vagyunk szűklátókörűek, hogy csak ami a német, hanem ami a városban, illetve a környékén, mert völgységi. Tehát a nevében az szerepel, hogy in und um Bonhárd, tehát Bonyhádon és környékén. De ha valamilyen országos rendezvény van, tehát a magyarországi német önkormányzatok napján januárban, akkor természetesen arról is beszámolunk. Tehát azért nem csak szűken, hanem kicsit tágítunk is. Én már be akartam dobni a török között egyszer-kétszer, mert azért, ha az ember ennyire magára van hagyva, nem lehet egy sajtóterméket úgy csinálni, hogy csak egy ember látja. Mert egy idő után azt látom, amit látni szeretnék, vagy amit látni kellene, és az nem jó, mert ha le van írva, akkor oda tudják az ember óra alá dörgölni. Ezt írtad, és nem ez az igazság. Köllernék Ohilona, a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, alap másik szerkesztője. Bizony nem gondoltok volna, hogy ez az újság 15 évet megél, de nagyon boldogok vagyunk, hogy ez így sikerült, és egyre többen olvassák az újságunkat itt Bonyhádon. Mindenki nagyon örült neki, hiszen ez egy nagyon új dolog volt, hiánypótló volt. Volt, aki mondta, hogy jó lenne, ha magyarul is megjelenne, de hát arra már nincs kapacitás, hogy ezt magyarul is lefordítsuk, viszont aki nem ért annyira jól németül, az is szívesen lapozhatja, hisz a nyelvezete nem olyan nehéz, és a fotók alapján is sok mindent már megtudnak, és bizony elmondható, hogy ez hozzájárul a német nyelv tanulásához is, és ezzel egy fontos küldetést is teljesítünk. Hiszen a régióban nincs még egy ilyen újság, amihez egyébként bárki hozzájuthat díjmentesen. Nagyon sok kapcsolat létrejött így, hogy az újságunkat olvasták az interneten. Legutóbb például, ez már igaz, hogy ennek már 3 éve, Christoph Sauer, svájci pap, olvasta az újságunkat az interneten, és felhívta az irodát, és elmondta, hogy mennyire örül annak, és hogy csodálkozik, hogy itt Bonyhádon, itt a környéken, hogy ápoljuk mi a német kultúrát, mennyit teszünk a németségért, és ez szinte Németországban nincs is így, és mi példák vagyunk. Annyit is elmondott még, hogy ő nem svájci, hanem Bambergben született, néhány éve él Svájcban, és őt kutatja a határon túli németséget, és jön Dél-Magyarországra, és találkozhat-e az evangélikus egyház vezetőivel, a pappal, és a németség vezetőivel. Mi fogadtuk, és innen volt egy kapcsolat, innen indult el a közös ismertségünk, és már kétszer voltunk Németországban a svájci egyházi delegációval és a bonyhádi delegációval. Ezen kívül idén nyáron a Kränzlein is Svájcban tartotta a táborát, és ők is nagyon sokat segítettek, mondták, hogy hova menjünk, mit csináljunk, és nem csak segítségünkre voltak, hanem anyagilag is támogattak minket. Filóné Ferenc Ibolya, a várospolgármestere kiemelte, a világjárvány és a most kialakult energiaválság meggyötörte a közösségeket, de úgy látja, ezt is túlvészelik majd. Abban biztos vagyok, hogy az itt működő civil szervezetek, azok a közösségek, amelyek alkotják a városunkat, azok megerősödve és kijövő a világjárványból, még inkább teszik a dolgokat a hétköznapokban, és ez ad igazán erőt mindenkinek a munkájához ebben a városban.
Nagy örömmel fogadtam el a felkérést, hogy köszöntsem a megjelenteket, hiszen egy városvezetőnek fontos, hogy olyan civil szervezetek és olyan közösségek működjenek a településen, amelyek éltetik ezt a várost. Ehhez tartozik a Német Önkormányzat, és a Német Önkormányzatnak az a német nyelvű lapja, amely immáron 15 éve jelenik meg. Mondhatjuk, hogy az egész világon, hiszen az interneten keresztül bárki hozzáférhet, és nagyon sokan olvassák azon keresztül is, de azért ez egy írót nyomtatott sajtó. Szívesen veszem én magam is a kezembe, hiszen mindig más szempontból mutatják be mindazt, ami itt a városban, vagy annak környékén történik. A 15 éves kor az ember életszakaszában egy kamaszkornak számít, úgyhogy én bízom benne, hogy az újság életében is ez egy kamasz időszak, és még nagyon sok jövő áll előtte. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább tudjon működni ez alap, hiszen a kiadásban az elmúlt időszakban is, és az eddigiekben is segítettük, így teszünk a jövőben is. Krémer György a Tolna megyei Német Nemzetiségi Egyesületek Szövetségének titkára kiemelte, nagy jelentősége van ennek a lapnak, nem csak a régióban, de az egész ország területén. Magyarországi németeknek a heti lapján, a Neue Zeitungon kívül kevés ilyen orgánum van, ami speciál, ugye megyei, regionális dolgokkal foglalkozik. Ezért a Tolna megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok és a szövetség számára nagyon fontos, hogy ez a lap meg tudjon jelenni, és a magunk szerény anyagi és egyéb technikai személyi segítségével mi is igyekszünk részt vállalni ennek a megjelenésében. A mai modern eszközöket kihasználva nagyon sokan e-mailen kapják meg az újságot, az idősebbek, akik ugye a technikát még nem úgy birtokolják, azok természetesen még írott, nyomtatott formában, de én úgy gondolom, hogy elég széles olvasó közönsége van itt a megyénkben, és a Magyarország Németek Regionális Irodája a terjesztésben, itt ami az elektronikust illeti is szintén szívesen részt vállal és segítséget nyújt. A lapot külföldön is előszeretettel forgatják, több visszajelzés érkezett már Németországból és Svájcból, de Amerikában és Ausztráliában is olvassák a német nyelvű magyar lapot. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Bonyhádi Felvidékiek kórusa. A jubileumi alkalomra számos vendéget, így a testvérváros Tardosket kórusát is vendégül látták. A célok ma sem változtak az alapítás óta, fenntartani és továbbadni őseik dalkultúráját. Amikor a Felvidékiek Egyesülete megalakult, úgy döntött a vezetőség, hogy minden pünköst hétfőn megemlékezést tartanak. Voltak olyan nótakedvelő tagok, akik szívesen vállalkoztak arra, ezeken az ünnepeken kórust alkotva emelik az alkalom fényét. Belülük alakult meg 20 esztendővel ezelőtt a Felvidékiek kórusa. Kezdetben csak saját örömünkre énekelgettünk, illetve a találkozóra, aztán később művészeti vezetőket hívtunk, először dr. Bábel Ernőné volt, azután pedig Stejp Györgyné, aki vezette a kórust több éven keresztül, Erzsi néni majdnem 20 éven keresztül vezetett bennünket, és most egy új vezetőnk van, Flaskárni Sármány Mária. Kezdetben csak népdalokat énekeltünk, aztán mikor Erzsi néni átvette a kórus vezetését, ő nagyon szerette a kórusműveket, és minket is rávett, hogy énekeljünk, és ezzel a műsorunkat színesítettük, illetve hát megbirkoztunk a feladattal, mert azért elég nehéz volt, főleg a férfiaknak. Elsősorban az idősek voltak azok, akik miatt tulajdonképpen létrejött ez az egyesület, akik most már az egyesület kórusában énekelünk, mind leszármazottak vagyunk. Mi még tartjuk, gyerekeink közül már kevésbé, de bízunk benne, hogy ha esetleg idősebbek lesznek, akkor ők is fogják ezt a vonalat valamilyen szinten továbbvinni. Lazetta Gyuláné a kórus tagja azok közé tartozik, akik otthonról hozták a dalos hagyományokat, így ő hamar tagja lett a Felvidékiek kórusának. Szüleimet Deákiról telepítették ki 47-ben, és a mi családunkban mindig jelen volt az ének. A harmonikázás, az éneklés, mi gyerekek nagyon szerettünk oda az idősekhez oda kucorodni, és nagyon sok dalt megtanultunk tőlük, tehát mi igazából kötődünk
Nagyon, még most is járunk vissza, mert vannak ismerősök, barátok, akihez Deákira visszajárunk. Testvérem is itt van, nővérem, apukám énekelt, ő neki nagyon szép hangja volt, nagypapámnak is, úgyhogy ez belülről jön, a családból. Szabó Lászlóné az alapítók egyike, aki a mai napig minden héten Szekszárdról jár át Bonyhádra, hogy részese lehessen a közös éneklés élményének. Két dolog is van. Egy az, hogy felvidéki vagyok, és itt van egy felvidéki egyesület, annak van egy kórusa, amiben hát járok. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nagyon szeretek énekelni. Lehet, hogy nem tudok olyan jól, de szeretni azt nagyon szeretek. Úgy érzem, hogy most már egyre kevesebben vagyunk, tehát akik ott születtek, vagy azok már zömmel meghaltak, és a fiatalok pedig a házasságok és egyéb elköltözések során egyre kevesebben vagyunk. Ezért ezt én úgy gondolom, hogy fontos dolog. Felelősség, igen, mert hát a felvidék ki kultúra, meg a népdalkincs, meg a szokások, ezek, hát ezek a felvidékieké, nem pedig az ittenieké. Hiába magyarok vagyunk ott fönt is, és itt lent délebre is. Egy kicsit azért eltérnek a szokások, mások a népdalok, és az, hogy fennmaradjon ez a felvidéki népdalkincs, vagy kultúra, hát ehhez, igen, ez felelősség valahol. A kódus folyamatosan tartja a kapcsolatot azokkal a felvidéki együttesekkel, akik azokon a településeken működnek, ahonnan Magyarországra telepítették őket. Így elmondhatom Udvardot, Tardoskeddet, Deákit, Fél, Alsószeli és Kismácsét településeket. A legszorosabb a viszony a tardoskeddiekkel, ami abból is fakad, hogy Bonyhád és a felvidéki település között partneri viszony van. A két kórus között legelőször 2006-ban voltunk itt a kórus meghívására, de a két település között korábban kezdődött a kapcsolat. Amikor is a két település között, Bonyhád és Tardosked község között létrejött ilyen nemzetközi testvértelepülési kapcsolat. Mi még abban az évben, azt hiszem 1998-ban volt, itt voltunk a csoportunk augusztusban az Új Kenyér, Alkotmány és Szent István ünnepén. Aztán a többi látogatásunk az ma mind a felvidékiek egyesületének kórusával történt, az ő meghívásukra, és hogy miért ez a kapcsolat. Hát mi egy olyan település vagyunk, ahonnan nagyon sokat kitelepítettek Magyarországra. Az én nagyszüleim például itt feküsznek a bonyhádi temetőbe, és nagyon sokan vagyunk így, és a kapcsolat maga így kezdődött. És hogy miért fontos, hát általában az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, és ha van egy közös vonal, és nálunk mi kettőnk között pontosan ez az a közös vonal, hogy ők a Felvidékiek Egyesületének kórusa, mi pedig felvidékről vagyunk. És kellene őrizni, hogy a következő generáció is tudja, hogy honnan jött, hogyan vagyunk, miért vagyunk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!